Családi napot szervezett a Csornai Napközi Otthonos Óvoda. A Bóbit óvodában sok-sok játék, kézműves foglalkozás és az egészséges életmóddal kapcsolatos programok várták a gyermekeket és a szülőket. A mai napon itt a Csornai Napközi Otthonos Óvoda Bóbita óvodájában egy rendezvényre készülünk. Ez a rendezvény a családi nap, amelyre sok szeretettel várjuk az óvodás gyermekeket és családjaikat, szülőket, nagyszülőket, rokonokat. Reméljük, hogy a mai nap egy nagyon vidám és tartalmas program lesz a családok számára. Ennek a mai napnak most kifejezetten a célja az egészséges életmód jegyében telik, hiszen ezt a mai napi programsorozatot egy pályázatból, egy úgynevezett nemzeti együttműködési alap NEA pályázatból sikerül megvalósítanunk. Valamikor az év elején pályáztunk erre a pénzösszegre, konkrét programra lehetett, és úgy döntött az Óvoda Százszor Szép Alapítványa, hogy próbáljuk meg ezt megcélozni, és nagy örömünkre sikeres lett a pályázatunk, és 350 ezer forintot nyertünk erre a programra, és most a mai nap, ez a június 11-e, végre az égiek is nekünk drukkolva sikeresnek mondható talán, hiszen kisütött a nap, és nagy szeretettel várjuk ide a programra a gyerekeket és a családokat. Ezen a napon úgy próbáltuk összeállítani a programot, hogy gyerek és szülő is megtalálja a kedvére valót. Természetesen igyekeztünk a célnak megfelelni, olyan programrészeket összeállítani, amik az egészséges életmódra felhívják egy kicsit a figyelmet, úgy a mozgásra, mint az étkezésre, és ezért lesz a programunk között egy reggeli torna, amit reményeink szerint itt együtt fogunk majd megtenni gyerekkel, szülővel, körülbelül olyan 8:30 magasságában. Utána az elmaradhatatlan kreatív programok a gyerekeknek, mint a barkács jellegű program, ezt azt készítgethetnek az óvónéni kollégák segítségével, nyilván nem utolsó sorba várjuk szeretettel oda is a szülőket. Amellett még az arcfestés is várja a gyerekeket egészen 11 óráig. Aztán az elmaradhatatlan, ami mindig öröm és nagy siker a gyerekeknél, a légvár. Itt éppen készülődnek a kollégák, akik ezt a gyerekek rendelkezésére bocsátják majd, szintén 11 óráig rendelkezésre áll, majd utána várjuk nagy szeretettel a gyerekeket Kömüves Marcell bűvész programján, aki igyekszik elkápráztatni egy-két trükkel a tisztelt nagy érdeműt. A programunkat zárja a Garabonciás Együttes koncertje 12 órakor délben, és a délelőtt folyamán még lesz egy dietetikus előadás is, aminek a lényege az, hogy egy kicsit betekintést adjon a családoknak, szülőknek arról, hogy hogy is lehet a gyermeket úgy etetni, itatni, a táplálkozását úgy összeállítani, hogy abban megtalálja a számára fontos dolgot, ugye az édességet, az édes szörpöket, és mégis maradjunk meg az egészséges kategóriába. Ugyan ezzel a céllal hívtuk meg a Fit.Csorna két tulajdonosát. A dietetikus jellegre hívják fel a figyelmet, például gluténmentes, laktózmentes, cukormentes, mindenmentes termékeket, és nekik is köszönjük a felajánlásukat, hiszen néhány termékkel, termékkóstolóval hozzájárulnak a mai nap sikeréhez, és egész délelőtt itt lesznek, és meg lehet tekinteni a termékeiket. Az ő termékeikből készül a mai napon nagyon sok finomság, melyet itt a délelőtt rendelkezésre álló büfében tudnak megvásárolni a szülők, ugyanígy cukormentes szörpök és a szülői munkaközösség nagy felajánlásával elkészítettek nagyon sokféle finomságot, sós és édessüteményt ezekből az alapanyagokból, és itt ezt megismerhetik a szülők, és nem utolsó sorban készítettünk promóciót is, ami azt akarja, hogy az ami megnyerte a tetszésüket, bármilyen finomság, sós, édes termék, annak a receptjét magukkal vihetik, és reméljük, hogy a későbbiekben ez majd beépül a családnak a szokásrendszerébe, a mindennapjaikba.
Amit talán még nem említettem, Smodics Gabriella jogaoktatót is várjuk nagy szeretettel ide a délelőtt folyamán, aki kétszer fél órás gyermekjogát mutat, illetve bonyolít le a gyermekekkel, és nem utolsó sorban a kollégák a szülőket is szeretettel várja itt az óvoda torna termébe. Remélem, hogy nem hagytam ki senkit se a mai nap programjából, bízom benne, hogy egy felejthetetlen délelőtt lesz ez a mai nap.